De az is énekes csalogány, de nagy egyébként itt nagyba pálinkázok, úgy bizony, dáú. Nagyba pálinkázok, de jó kis babackot, meg jó kis sört, meg cigizgetek. Az egésznek a csényege. Nagyba harangozó Krisztián Lászlónak egyébként nagyon szépen köszönöm, dá-dá-be-be. Azt a 3000 forintot, amit küldött, de és ő kérdezte egyébként nagyba egy tület, hogy mi a véleményem Dömjén Ferenc az egy énekes. Tehát nagyba egyébként mi a véleményem úgy bizony, de a Csomfoglaló című számáról, daláról. Tisztelt Krisztián, inkább egyébként dévalom egyébként csőszintén dáme, hogy nem fejteném egyébként ki a véleményem, na elég durva lenne. Legalábbis majd személyesen kifejtem, de így ide jóba innen. Nyer. Köszönöm a 3000 forintot. Illetve de! Még fölhívtad a figyelmet, mert, hogy van valami slogger, aki kocsmárok, de... És... Nagyba... Még nem hallottam, vagy nem... Ma megnézem, hogy valami kocsmáros, és a kocsmában szokott így csorgatni a... vendégekkel, a kuncsaftokkal, a kliensekkel. Csidejót utána fogok egyébként nézni. Köszönöm. Többeként kérdezték, hogy... Úgy lehet egyébként csomagot küldeni, de mert... Mondom, és nagyon szépen köszönöm egyébként, aki eddig küldött, meg nagyon szépen megköszönöm, aki küldeni fog. Bartók Csaba István, Székesfehérvár, Kaszab, de is, kettes számú posta, Kaszab István utca, azt nem tudom, a Kaszab István úti posta, a kettes számú posta és 8000 a csirányítószány. Az előző nagy csidejón, batávárosok, elvtársak! Nagyba, fújjj. Ja, és Baffi Brunónak köszönöm a sok gyufát, de amit küldött, mert a gyufára mindig szükség van. Meg köszönöm a kutyakaját, stb. Csináltam egy ilyen tisztelőtedre, egy marha nagy ilyen, de meó. Egy csidejót, amin a megvacsorázok egyébként nagyba tészteletedre, de tegnap egyébként egy ilyen bükettővel bevágtam, bazd meg, takony részeg voltam. Most nem tudom, egyébként látszik-e a csömpét, most a muteron visszaragazgattam, levertem a jó mutkajába, hogy részeg, de mondtam neki, hogy ennek se adjon sokat. Bizony. Mert ezt is leverem. Leverem egyébként mind a nagyban, mind a Chuck Norris, de... Részeg voltam, hogy takoly részeg voltam tegnap. Hát kettő ilyen tű. De... Így óvatosan. De... Csak nézem, mert fogy az idő, meg a bősület, de... Meg fogy a böcsület és az idő, hogy kicsit fordítsuk, pöndítsük már meg, egy kicsit fordítsuk meg dolgokat. Na, ahogy csinálják, hogy... Ja, állj, stój! Nehezen csúszott le a papír, pedig oly finom P-vitamin. Anyámnak is egyébként mondtam, máma már egy ekkora, hát ez egy ilyen ekkora darab papír volt, már csak ennyi van egyébként belőle, de a P-vitamin. Meghozzá. Hát nem főzőcskézni kell, bazd meg. Tehát nem főzőcskézni kell, hogy akkor mit tudom én mondjuk. Megvenni, nem tudom, megint. Mert úgy, tehát hülyeség a főzés. Tehát a magyarok meg a világnak a többség egyébként basszátok meg, de hülyeségbe él. De. Alacsony, hogy nem főzőcskézni kell. A főzőcskézés, bazd meg, az gazdagoknak való.
beszerezni krumplit, hús, nagy, jó mondjuk a húst az nyörse jó, de na, tehát egy főzőcskézéshöz, egy bárminek a megtalált röngeteg, pedig akarok egyébként gasztronómiai csirájút. Hát a majd, amit a nagyba tanítványok eddig egyébként küldtek, majd azok bulig össze csapunk a nagy csádámmal, itt a kályha, meg nem fárakol küldtei, majd hoz fát, stb. De az egésznek a csinenged el, jó kis takonyella, hogy röngetegbe kerül. Inkább el kell mondtam egyébként néki anyámnak, ekkora darab szalonnát, nem néked a nyugdíjadból, vegy egy ekkora szalonnát, reggelire megeszek egy ekkora darabot, estére ekkora darabot, kész. El van a nagyban zsírellátás, minden mostan még télen, mert még nem ettem, mert egyébként még meg a Bartos a teled, de... Tehát még gyűhetnek egy kis cugos csidők, de úgy bizony. És az egésznek a lényege, hogy... Tehát, hogy egy nagy darab szalonnát egyébként meg kell egyébként venni, akár van piac, mit tudom én, és akkor az két napig az ölegendék, olyan még ízésekkel hozzá, de mi a fene? Kenyér se, kinyír, kenyér, mert az is drága, bazd meg, meg nem kell itt költögetni, nem tudom én mondjuk, beszerezni akkor tésztát, krumplit, és akkor többe kerül a löves, mint a hús, meg ez tehát egy nagy szalonát meg kell venni, és akkor az ölék két napra ennyi. Napszámba is szoktam egyébként szalonnát kapni. Meg kóbászt. Kabászt. És nagyba azt mondja, hogy ja, meg üdvözletem egyébként Nagy Ádám, a nagy producceremnek is, és üdvözletem, szevasz, tisztelt Ádám. És én tényleg egyébként nem vagyok egy hálátlan, meg ilyen, mit tudom én mondjuk, ilyen nagyképű gyerek, hogy akkor jaj, de hogy sztrájkulok vagy valami, de én nem sztrájkulok, bazd meg, én örülök, hogyha ágyin adnak munkát, örülök, ha nem basznak át és kifizetnek, örülök egyébként egy szál kalbásznak, ugye, de azt hiszi csolbász, annak is. Egy örülök, egy, tehát mindennek egy fél csupor zsírnak, bazd meg, vagy bárminek, vagy egy tábla, vagy két liter bornak, basszátok meg. És úgy mostan beígértem itt a szomszédasszonynak tavasszal egy ilyen körtiásást, meg veteményezést. Meg itt van egyébként ez a gépnarancs, azt is egyébként csősszel, de azt hisz csősszel úgy bizonynak, hogy... Hát még ottan is egyébként lenne munkám. És na, ennyit akartam most így ötszeribe. Meg hónap még lesz egyébként egy ilyen möglepetés csidájú. És én nem azt mondtam egyébként, hogy erős, tehát, vagy annyit mondtam egyébként, csak már megint fogy az idő meg, hogy erősen gondolkodok egyébként azon, hogy abba hagyom pár évre a csidájúzást. Most is egyébként gondolkodok egyébként, basszátok meg egyébként ezen azon, de hogy abba hagyom, és mondjuk jelentkezek mondjuk pár esztendő múlva. Még most is ezen gondolkodok, de ezt is gondolkodok. Nem tudom még, de az biztos egyébként, hogy minden nap most csidejók nem lesznek. Tehát ez biztos, de mondom, gondolkodok egy pár év múlva, akkor vissza kellene térni. Nem tudom még. Na ennyi, de. Most meg akkor szívom a cigimet tovább, de. Ma még jelentkezett.